szépen csinálja, megtanultam, a rengeteg bálát csinált az öreg azóta vele. És hogy már vágja a témát, hogy hány milyen fokos szögbe lehet ezzel a kardannal kanyarodni, meddig kell tömni, már én nem kellek ahhoz, már ő maga jár el bálázni, ezt adja a pénzt. Utólag szól, hogy ja, csináltam ám párat itt a lóvés. Jó feje, mondom. Szépen felszedi, látod? Nem kell itt sodorgatni. Nem spangli ez, bazd meg. A lengyel fos. Aztán tud már hamstert is a lengyel fos. Nézzük meg, hogy tömjél. Még mindig nem kezdte eltömni. De egy nagyon picit már följel már. Ja, tömjél csak meg. Sárgáig tömjük. Hát ennyire megszáradt egy délután, vagy egy éjszaka alatt. Ráadásul. Szorgás az a fémkerék, ott. Az. Nem csirozzuk be. Ott le kell szedni. 17-es kulcs. Áh, rossz se volt ez. Van neki műanyag persejje is egyébként, nem elkapott. Na, nincs írzója a keréknek. Majd furunk bele egy lyukat az újba. Valami 1200 forint egy ilyen kerék. Ezt akkor lesz benne zsírzó. Vagy mi van? Mozog a föld, te geci? Hát mozog. Máig nem jössz. Az meg de megszédítem. De jobb, mint a izé. Cucc. Szépen köszöli, látod? De hamsteres. Na most meg kell nézni, nehogy ám túltömi, bazd meg. Na, ez a második spot.